A mi terv, hogy? Hát az jelentéktelen, az 10-15 bárány, amit így itthon el tudok adni. Pedig erről a bogyiszlói állattartó telepről évente háromszor megy kamion bárányokkal megrakva Olaszország felé, mert hogy ott sokkal nagyobb hagyománya van a húsvéti báránynak az ünnepi asztalon. Pedig az erdélyi magyar konyha is számos ételt sorakoztat föl bárányból, ennek ellenére ma alig fogy az ízletes húsfajtából. A felmérések szerint elenyésző alig 10-15 dek a bárányhús fogy egy főre vetítve Magyarországon. Szűcs Gábor azt mondja, évek óta nem változik a kereslet a hazai piacon. Igazán a felvásárlók se keresik, hogy most ide jönne, azt mondja, hogy volna igény egy 30 darab bárányra, belföldi vágóidra. Nem. Ilyen nagyobb bárányra már hallottam, hogy azért, hogy megveszik, ami tényleg ilyen 40-45 kilós bárányok, belföldi vágóidra is, de az se jelentős. Pedig a szakmai szervezet, a Juhtermék-tanács folyamatos promóciókkal próbálja népszerűsíteni a bárányfogyasztást. Bátor Árpád alelnök véleménye szerint a legfőbb visszatartó erő az árban keresendő. Látom az áruházban ma a bárány comb az körülbelül olyan 7000 forint körül van kilónként. És nem csak Magyarországon vaskos az ára a báránynak, a külföldi húspultokban sem a tömegtermékek kategóriája ez a húsfajta. Ugyanezek az arányszámok vannak, ugye hát nekünk a legnagyobb partnerünk az Olaszország, de hát Olaszországban is gyakorlatilag ezek a húsarányok ugyanúgy fent állnak. Csak az egy más kérdés, hogy Olaszországban egyrészt van egy fogyasztási tradíció, ami ugye nagyon régóta ezeknél különösen az ünnepek során, akkor azért ott, ahol lehetőség is mód van rá, akkor azért esznek bárányt nálunk. Sajnos ugye ez a szokás, ez nincs meg. Így a hazai bárányállomány gyakorlatilag majd teljes egészében a külföldi háztartásokba kerül. Az pedig egy külön kérdés, megéri-e a bárányokkal való foglalkozás. Az állattartó azt mondja, ha minden költséget felszámol és csak a pénztárcája szerint gondolkodna, a megnövekvő takarmányárak mellett felhagyna a tenyésztéssel.